szerintem nem célszerű összekeverni. Mégpedig, hogy az általános iskola eredeti, mondjuk így, hogy formájában, vagy eredeti jelentésében kizárólag abban az értelemben tekinthető egyértelműen általánosnak, hogy mindenki oda jár. Tehát az általános iskola az nem, hogy mondjam, hordozza, vagy nem diktálja azt a dolgot, hogy a kölkök feltétlenül ugyanazt tanulják, azt se feltétlenül ugyanazoktól tanulják, stb. Itt azt hiszem, hogy az az igazi kérdés, hogy a viszonylag fiatal kortól kezdve, tehát 10 vagy 11 vagy 12 éves kortól kezdve, a társadalmi csoportok fizikailag elkülönülnek egymástól, tehát különböző épületekbe kerülnek, nem tapasztalják meg egymás jelenlétét, vagy pedig valami fajta, hát komprehenzivizáció keretében ilyen-olyan tananyag különbségek és iskolai különbségek mellett, de alapvetően egy helyen vannak. Na most szerintem ez az a dolog, tehát ez a fajta komprehenzivizáció az, amivel az általános iskola alapvetően beleillett a 45 utáni európai trendekbe. Most a másik kérdés az ugye a tananyag, amit a Zsuzsa utalt, ez a tananyagoknak a különbözősége és azoknak a választhatósága, vagy ha úgy tetszik, modulossága, amivel kapcsolatban a kérdés nyilván úgy vetődik föl, hogy ki fizeti a révészt. Tehát ugyanabban az iskolában járva, ugye számtalan párhuzamos világ képzelhető el, minél több párhuzamos világban, annál többbe kerül a történet. És ilyen értelemben ez egy másik vita. És egy harmadik vita az, ami a megítélésem szerint a központi kérdése a jelenlegi oktatáspolitikának, magyarán nem a tananyag és nem a szerkezetnek a szabályozása, hanem annak az iránynak, vagy szellemiségnek, vagy ideológiának a szabályozása, amit az iskola közvetíteni képes. Vagy ami az iskola közvetítésének a feladata. Erre utal az, hogy a legtöbb ilyen fogalom, amit mondjuk a KDNP-nek a szövegéből, vagy kormányzati szövegekből lehet idézni, annak a legnagyobb része az ilyesmire vonatkozik, hogy erkölcs, rend, normál. Tehát magyarán a dolognak az ideológiai iránya az, amivel ez a jelenlegi politika foglalkozni kíván és szembe kíván foglalkozni. Magyarán nem ahhoz ragaszkodik elsősorban a jelenlegi politika, ilyen vagy olyan iskola szerkezet legyen, vagy nem is ahhoz, hogy ilyen vagy olyan tartalmában egységes, vagy tantárs struktúrájában egységes tananyag legyen, hanem azzal foglalkozik, hogy a dolgok az ideológiája milyen legyen. Na most szerintem ezt a három dolgot éppen ezért érdemes teljesen külön kezelni, mert más a társadalmi és politikai jelentése annak, hogy együtt vannak-e a diákok, hogy mi az a szimbolikus univerzum, amit tárgyilag kaptak, mennyire egységes és mennyire különböző, illetve ideológiailag milyen a dolog.
parancsolja el, milyen. Nyilván érdemes a szép válaszra vizsgálni, Péterhez kapcsolódok, azzal a megjegyzéssel, hogy a társadalompolitikai ideológiai irányok fölé rendeltek a másik kettőnek. Ezek határozzák meg az iskola szerkezetre vonatkozó liberális iskola szerkezetet elképzelő felfogást, és a tartalmi különbségeket is, a hét programtól kezdve a szuperpályán mozgó királyi mutatjáról egyszerű gimnázium. Igen, ezek mind igazak. De azt kell mondani, de most az nagyon érdekes a magyar Bálint félakodni. Illetve először a mondanám a kockás füzetet. A kockás füzet azt mondja, hogy 10 év folyamos komprehenzív iskola, ami hát sokszínűen alakul, de komprehenzív, mindenkinek szól, és szakaszolni sem kell. Ez felesleges szakaszolni, illetve hát központilag nem kell szakaszolni, mindenütt úgy csinálják, ahogy éppen a legjobb a gyerekek érdeke szempontjából. Igen. Jó, de ez egy egyértelműen komprehenzív iskola, azzal, hogy meg benne van a szöveg, hogy nem szeretik a 8 és 6 osztályos gimnáziumokat, de most ezt nem igazán látnak erőt arra, amelyik ezt kiküszöbölni. De a 10 év folyamos konferenzív felé kell haladni. Most a magyar Bálint féle szövegben pedig tulajdonképpen erre az a válasz, hogy teljes értékű iskoláztatást adó iskola az iskola, amelyik sokféle, régen úgy tudjuk, hogy közös iskola vagy ésiskola, amelyik sokféle képzést egy intézményben valósít meg. És efelé kell törekedni, majd kicsit arrébb hozzáteszi, hogy ez a közös képzés nem feltétlenül kell, hogy fizikailag ugyanott történjen, tehát különböző épületekben, illetve településeken is megszervezhetünk. Most ez az, amit kiemeltél, hogy fizikailag is együtt vannak, vagy fizikailag együtt vannak, mondjuk ez az amerikai high school, ugye, ahol bizonyos életkortól bizonyos életkorig mindenki ugyanabban, ha államiba jár, mindenki ugyanabban az iskolában jár. Nincsenek iskolatípusok. Na most Magyar Bálinték ezt úgy oldják meg, hogy a közös iskolában mindenféle képzés folyhat, nem használják a kifejezést, de nyilván különböző programokra gondolnak, tehát szakközépiskolai, szakiskolai és gimnáziumi képzés is folyhat. A lényeg, hogy egységes, együtt legyenek, de ez fizikailag külön is megszervezhető. Az meg, hogy ugye annyi mindent mondtatok, hogy nem tudok mindenre reagálni, mert idő sincs rá, de azt mondanám, hogy Zsuzsa, mintha valami esünk mondtál volna, hogy rá kell bízni az emberekre, hogy mit akarnak. Ugye? Igen, csak akkor ugye itt a körül sasszéznek a kérdése az, hogy mindenféle emberek akarnak mindenfélét, meg csoportok akarnak, meg szervezetek, meg pártok, meg szóval ezek közül a döntési folyamat, hogy alakuljon ki. Hát igazából ez a kérdéses. Erről koncepciója csak az utóbbi kettőnek van, amelyik azt pontosan leírja akkor a magyar Bálinték, hogy a köznevelési tanácsnak egyetértési jog kell, és minden szinten hogy kell egyeztetni. Önmagában nagyon izgalmas elképzelni, hogy a kötelező önkormányzati társulások, azok ugye általában több településből a kis falvas országrészeket több izéből, önkormányzatból állnak össze. Ott, hogy történik a döntési folyamat, le van írva, hogy ki szólhat bele a szülők, tehát mindenki a közös tanácsban ott ül, de hogy kinek lesz döntő ereje és hogyan ez, hát ez kérdéses. Tehát végül is
vagy azt mondják, hogy az állam dönt, és akkor aztán jön, hogy de mit jelent ez? A végletes centralizálás se arra, se a csermely, nem végletes, végletes. Se a csermely, se ez a KDNP-s koncepciót író Barankovics társaság, mert az van megnevezve, nem gondoltak. Tehát föl sem merül bennük semmiféle centralizáció. Halvány jelen nincsen annak, ami aztán, mint emlékszünk, a Rózsát is meglepte, egyik napról a másikra, hogy a főnöke azt mondta, hogy már pedig holnaptól államosítjuk az iskolákat. No, de ott is kérdés, hogy akkor a döntéseket milyen szinten, hol, hogyan, kik hozzák meg. Tudjuk, az iskola közpénzből van, de ráadásul nem egyéni, hanem ilyen gyerekcsoportok, meg szülőcsoportok vannak benne, és akkor ezek úgy harcolnak. Tehát akárhogy is döntési folyamatoknak kell lenni, ez azt jelenti, hogy valamilyen politikai szerkezet, helyi politika, ez nem mindegy, hogy helyi vagy országos, nagyon nem mindegy, de hát nyilván ez a fő kérdés, hogy az emberek, a szülők, meg a gazdaság, gazdálkodó szervezetek igényei, azok hogyan valósulhatnak meg. Arról, hogy a gazdaság hogyan vesz részt például a szakképzésben, a magyar belépők egyáltalán nem érnek egyetlen szót sem. De egyáltalán a szakképzésről semmit sem írnak, csak annyit, hogy van, az derül ki belőle. A KDNP meg azt mondja, hogy a gazdaságnak alá kell, gazdasági szervezeteknek nagyobb súlyt kell kapniuk a szakképzésben. Ők csinálják. Úgyhogy ezek ilyen kérdéses dolgok. De hát ilyen izgalmas az egész. Nagyon. Meg amit ti mondtatok, az is izgalmas. Köszönjük szépen! Én köszönöm a figyelmet. Most tehát be az az állam, hogy nem tudom bekapcsolni a projektot, jó, akkor nem fogunk bekapcsolni a projektot. Elemére először a 80-as éveknek a közepén találkoztunk. Írtam valamit a 30-as évek közepének a tanügyigazgatási viszonyairól, és ebben a vonatkozásban kértem Elemért milyen konzultációs lehetőséget, és akkor elkezdtünk beszélgetni, ezt nagyjából azóta is folytatjuk, most már ugye lassan 30 éve, vagy kicsit több mint 30 éve. Na most ugye ugye történészek, azok ugye a saját elfogultságaikkal kapcsolatban, vagy a saját elfogultságaikkal kapcsolatos védekezéssel kapcsolatban ugye kétféle módon szoktak eljárni. Ugye van ez a, mondjuk leginkább ugye a Ranke nevéhez fűződő gondolat, hogy hát ugye a dolgokat úgy írjuk le, ahogy valójában történtek, mert ugye Ranke hisz abban, hogy ilyen lehetséges, és hát a Szida Iraed stúdió egyfajta semleges távolságtartással és saját gondolatainktól való, saját érzéseinktől való elhatárolással tudjuk a témáinkat kijelölni. Akkor van egy másik megoldás, amit mondjuk úgy, hogy leginkább a
tudás szociológia felbukkanása óta szoktunk követni, ugye azt mondjuk, hogy úgy se lehet. Tehát, hogy úgy sem megy az, hogy elhatárolódunk a saját világképeinktől, saját előítéleteinktől, saját akár még mondjuk így, hogy politikai érzéseinktől, minden inkább ugye valamilyen modern korral foglalkozunk, annál inkább így van ez, és annyi a, hogy mondjam, tisztességes magatartás, hogy egyfajta ilyen vagy konfesszió, vagy mármint úgy értem, hogy vallomás, vagy valami fajta ilyen historiográfiai módon, mint egy figyelmeztetjük a közönséget arra, hogy milyen fajta elfogultságaink vannak. És én ugye ezt az utóbbi megoldást követtem most ebben a dologban, és azt mondanám, hogy azon gondolkozom, hogy vajon miért kezdtem el én a 30-as évek közepével foglalkozni akkor, és miért akartam azt hangsúlyozni, hogy az az alapvető töréspont a magyar oktatás történetében, ez a bizonyos 35-ös tanügyigazgatási reform, miért örült ennek akkor az elemért? Ugye egy szigorú történészekről van szó, szóval semmit, szót nem politizáltunk. Miért örült ennek akkor az elemért? És miért gondolom most másképpen? És amit most másképpen gondolok, majd arról is fogok egy kicsit beszélni. Ugye, volt egy ilyen, mondjuk így, hogy szokásos narratíva, ami tulajdonképpen a 80-as évekig viszonylag stabilan élt a magyar nevelés történetírásban, miszerint, hogy az alapvető töréspont az vagy 1945, vagy ha úgy tetszik 1948, tehát hogy van egy alapvetően ki hogy hívta, pluralista vagy kapitalista természetű oktatási rendszer addig, és utána jött a ki hogy hívta, vagy szocialista, vagy pártállami, vagy másféle jellegű rendszer. Na most, annak a gondolatnak, hogy a 1930-as évek közepén van a töréspont, annak volt egy olyan valószínűleg tudásszociológiai természetű oka az én fejemben, hogy az igazi törés, vagy az igazi kérdés az a kontrollban van. Tehát abban, hogy az állam, vagy a központi hatalom mennyire képes kontrollálni elsősorban ideológiailag azt, ami az iskolában történik, és hogy ennek a hagyományait azt hogy mondjam, nagyon célszerűnek láttam a 30-as évekre visszavezetni. Ahogy a Sáska Géza barátom mondta egyszer, úgy adtam a fasisztáknak egy pofont, hogy a kommunisták is értsenek belőle. Mondta ezt a Géza. Na most, miért örült ennek az elemér? Elemér meg azért örült ennek, mert én szerintem meg az elemér azért kezdett el, azt, hogy miért kezdett el, azt nem tudom. Az, hogy miért foglalkozott intenzíven a 80-as években akkor elsősorban ugye a Somogy megyei népoktatása? Azért, mert az elemér pedig abban hitt, hogy a helyi egyensúlyok, helyi erőtér, amelyben a későbbieknél lényegesen fontosabbnak látta elemér akkor a szakigazgatás, tehát
a helyi társadalom, a helyi politika, a helyi szakigazgatás, a helyi pedagógusok, a helyi szülőknek az egyensúlya az, ami az elemér világképében létrehozta azt a többé-kevésbé működő dualista kori oktatási rendszer. Na most és hogy igen fontos elem, hogy ehhez a helyi egyensúly rendszer megteremtéséhez, vagy helyi játékok megteremtéséhez nem kellenek feltétlenül egy ilyen, hogy mondjam, rendkívül intenzív, központi, parlamenti, pártpolitikai diskurzus, hanem abban a, hogy mondjam, finom decentralizációs trendekben, amelyek részben a előbb a tanácsigazgatás, aztán a másfél egyetemben a 85-ös oktatási törvény megteremtett, a demokrácia, egy kvázi demokrácia, vagy egy kvázi helyi oktatáspolitika megteremthető. Tehát azt gondolom, hogy ezen a módon, és ilyen értelemben a központi kontrollnak az erőszakos beavatkozása ebbe a dologba az a fő ellensége ennek a dolognak. Tehát azt gondolom, hogy így ért össze a kettőnknek